Hát ez nem lesz egy agyonvágott adás, ez egészen biztos, mert hogy elég kaotikus most az életem, tekintve, hogy csőtörés volt néhány napja, úgyhogy most így vastagon állok a Malterban, meg mindenben itthon. Remélem, ti ebből nem sokat láttok, viszont úgy néz ki, hogy sikerült elhárítani a problémát. A másik helyzet, hogy ma van az első 40. születésnapom, mert hogy úgy néz ki, hogy legalább két 40. születésnapom lesz. Az volt a történet ugyanis, hogy addig-addig kerekítgettem, amíg tavaly ősszel rádöbbentem arra, hogy végül is most még csak a 39. születésnapom lenne. Viszont annyira megtetszett az ötlet, hogy 40 éves vagyok, hogy ez az első 40. születésnapom. Ez egy demo év, aztán meglátjuk, hogy mit hoz majd a következő. Mondom, hogy nem vagyok teljesen friss, viszont összeállítottam nektek egy listát 20 olyan dologról, amire érdemes lehet odafigyelni 2020-ban. Tavaly csináltam először egy ilyet podcastben, akkor 19 dolgot szedtem össze 2019-el kapcsolatban, most pedig jöjjön 20 dolog 2020-ra vonatkozóan. Első. A 2020 nem prímszám, ezt nagyon fontos kiemelni, osztható 2-vel, 4-jel, 5-tel, 20-szal és 101-jel. Második. 2019 a periódusos rendszer nemzetközi éve volt, 2020 pedig a növény egészségügyé. És ha most erre azt mondjátok, hogy oké, ilyen random dolgokat nagyon könnyen ki lehet találni, az ENSZ-nél azért ennél jobban is odafigyelhetnének a dolgok menetére, hát az a helyzet, hogy az, hogy milyen állapotban vannak a növények, az nagyon-nagyon fontos a túlélésünk szempontjából, mert hogy a növény egészségügyre kifejezetten oda kell figyelni, növényvédelemre, arra, hogy hogyan állítunk elő biztonságos élelmiszert az egyre növekvő számú földi népességnek, az egyre romló klimatikus körülmények között. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kihívás, úgyhogy ezért van az, hogy a FAO, az ENSZ-nek az élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete a 2020-as évet a növényegészségügy nemzetközi évének nyilvánította. Itt már csak azért is van egy személyes vonatkozásom, mert hogy én növényvédelem szakirányon végeztem annak idején a Corvinus Egyetemen, ma a Szent István Egyetemhez tartozik a kertészeti kar, vagy legalábbis az akar, ahol végeztem. Na mindegy, azt hiszem értitek, úgyhogy ezzel a témával kapcsolatban egész biztos, hogy lesz néhány ember, akit meg tudok kérdezni podcastben, és hosszasan el tudunk beszélgetni. Harmadik. Nem tudom, mennyire kapcsolódik az előzőhöz, hivatalos oldalakon nem láttam a kapcsolódási pontot, viszont szerintem azért elég fontos, hogy 150 éve írták le először a filoxérát, vagyis a szőlő gyökértetűt. Ha most megint azt mondanátok, hogy miért kell foglalkozni ilyen kis pirinyú dolgokkal, hát az a helyzet, hogy elég nagy impaktja volt ennek az állatnak, ugyanis erősen meghatározta azt, hogy hogyan néz ki ma a táj körülöttünk. Hogyha felnéztek a Gellért-hegyre, az nem véletlenül olyan, amilyen, mert hogy korábban ott szőlőtőkék, szőlő ültetvények voltak mindenfelé, és hát ez a szőlőgyökértető elég gyorsan néhány év alatt kiirtotta az egészet, úgyhogy elkezdődhetett ott a terület másként hasznosítása. Meg persze kimehetünk Budapestről, és megnézhetjük azt is, hogy olyan helyeken termesztünk ma szőlőt, ami elég jelentősen meghatározza azt, hogy a táj hogy néz ki, ahol korábban erre nem volt lehetőség, később pedig kényszerűségből homokterületeken ott kezdtek el szőlőt termeszteni. Ráadásul a művelésmódot meg mindenféle mást is megváltoztatott, de az, hogyha kinéztek, megdobban a szívetek a hazaszeretettől a magyar táj láttán, az részben a szőlőgyökértetőnek köszönhető. Oké, egy kicsit messzire mentem ezzel, de azt hiszem értitek az összefüggést, hogy néha nagyon kis dolgok nagyon nagy változásokat tudnak elérni. Hogy milyen kis dolgok vezetnek egyébként igazán nagy változásokhoz, hát nagyjából 150 éve volt egyébként az is, hogy Koch meg Pasteur lerakták a kórokozó elméletnek az alapjait. Ma ezt ugye evidenciaként kezeljük, de az, hogy milyen hatalmas változásokat ért el az, hogy felfogtuk egyáltalán, hogy kis műtyűr dolgok képesek betegségeket terjeszteni, hát az egy elég nagy áttörés volt. Gondoljatok szemmelvejszel, szintén ebben az időszakban volt nagyjából, hogy kezet mosott, vagyis kezet mosatott az orvosokkal, és így sikerült a gyermekágyi láznak véget vetnie. Na jó, azt hiszem, hogy erre majd kitérünk később, nézzük tovább a listát. Negyedik. Maradva a történelmi vonatkozásoknál, azt hiszem a legutóbbi egyik videóban említettem is, hogy 200 éve tudjuk azt, hogy az elektromosságtan és a mágnesesség az elég szorosan összekapcsolódik. Örsted Dán fizikus volt az, aki ezt felfedezte, és milyen jól tette, mert hogyha nem tette volna, akkor most például nem tudnám ezt a videót felvenni nektek.
ötödik. Maradunk még az évfordulós vonalon, mert hogy végignéztem, hogy az idén milyen nevezetes események lesznek, és itt azért belefutottam néhány dologba. Ízelítő a következő néhány pont. Például 100 évvel ezelőtt, január 13-án, tehát néhány napja lesz a 100. évfordulója, a New York Times konkrétan lehülyézte Robert Goddardot, a folyékony hajtóanyagú rakétáknak az atyát, hogy hogy állíthat olyan baromságokat, hogy lehetséges a világűrben az utazás, a közlekedés. Na mindegy, végül aztán 1969-ben kénytelenek voltak visszakozni, hogy ups, bocsi, mégiscsak igazad volt, ki lehet jutni a világűrbe. Hát vannak ilyen nagy bukták, de hát ez hozzátartozik a tudomány fejlődéséhez, hogy néha úgy gondoljuk, hogy valami igaz, aztán egy kicsit alaposabban utána járunk, és fejleszteni kell az elméleteinket. Hatodik. Szintén 100 éve volt, hogy Frederick Banting és Charles Best felfedezték az inzulint. Hogy ennek mekkora jelentősége van a gyógyászatban, szerintem ezt egyáltalán nem kell részletezni, viszont az azért mégiscsak megdöbbentő, hogy egyik oldalról, úristen, ez már 100 éve történt, másik oldalról meg ez olyan, mintha csak tegnap lett volna, és elképzelem azt, hogy 100 évvel ezelőtt mekkora esélye volt mondjuk valakinek, aki cukorbetegséggel küzd. Hát valószínűleg nem olyan nagyon sok. Úgyhogy ezek a mérföldkövek elég erősen hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen a világ most körülöttünk. Hetedik. És maradunk tovább a 100 éves évfordulóknál, ugyanis 100 éve, hogy az első elektronikus hangszer, a Theremin elkészült. Ehhez van egy kis személyes kötődésem, és a Csodák palotájában, amíg dolgoztam, akkor volt egy Thereminünk. Ez egy olyan hangszer, aki esetleg nem ismeri, hogy érintés nélkül lehet rajta játszani. Nagyon szerettem azt az eszközt, úgyhogy lehet, hogy egy tök jó 100. évforduló lenne, legalábbis egy 100. évfordulós projekt, hogy összerakjak egy ilyet, úgyhogy lehet, hogy erre lehet az idén számítani. Túl sok volt a lehet, úgyhogy ugorjunk tovább a 8. pontra. 8. Csak hogy legyen egy magyar vonatkozású 100. évforduló is, 100 éve született az idén Harsányi János Nobel-díjas közgazdász. Hát a játékelmélet elég erősen be fog játszani az idén, az egész biztos, neki ez volt az igazi nagy szakterülete, úgyhogy fogunk ezzel foglalkozni, vagy legalábbis erősen tervben van. 9. Ugorjunk egy nagyot az időben, nézzük az 50 éves jubileumokat, mert hogy vannak itt azért dolgok, ezt már nem fogom annyira részletezni. Minden esetre Kurt Gödel matematikus, filozófus matematikailag igazolta Istennek a létezését. Nem pontosan 50 évvel ezelőtt, de 50 évvel ezelőtt publikálta a több évtizedes töprengéseit. Én ennek többször megpróbáltam nekifutni. Hát az a helyzet, hogy elég nehéz egy anyag, úgyhogy beletört a bicskám, de ez az 50. évforduló egy nagyon jó apropó, hogy újra elővegyem a témát. Egyébként el is kezdtem mostanában olvasgatni ezzel kapcsolatban dolgokat. Ráadásul valami isteni közrejátszás hatására megkeresett egy szervezet, akiket nem fogok most pontosan megnevezni, hogy nem lenne kedvem egy beszélgetéshez, vitához, isten és tudomány vonalán. Hát azt írtam nekik, hogy nem biztos, hogy én vagyok erre a legjobb ember, mert az a helyzet, hogy egyrészt ateista vagyok, másrészt a vallás olyan szinten nincs jelen az életemben, hogy nem is nagyon foglalkozom ezzel a kérdéssel, tehát nem biztos, hogy én vagyok a legfelkészültebb. Ugyanakkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert nagyon érdekes beszélgetés lehet. Szóval az érdeklődési területemen kívül esik, de hogyha ennek ellenére úgy látjuk, hogy tudunk esetleg együtt összehozni valamit, arról mindenképpen értesítelek majd titeket. 10. Idén áprilisban lesz az 50. évfordulója az Apollo 13 küldetésnek. Hát valószínűleg ettől nem teljesen független, hogy igen, a filmet azt 25 éve dobták ki, úgyhogy az volt a 25. évforduló. Elfogytak az ujjaim. Szóval kezdem előről. 11. 25 éve szekvenálták meg az első élőlényt, a Haemophilus influenzét, egy gram negatív baktériumot. Mármint nem ez volt az első élőlény, ez volt az első élőlény, aminek fogták a DNS-ét, ami nem volt túl nagy, nem volt túl bonyolult, ennek ellenére egy hatalmas biotechnológiai mérföldkőnek számított, hogy meg tudták nézni, hogy a DNS-én a bázisok milyen sorrendben követik egymást. És azóta mindössze 25 év telt el, és beszélhetünk most már személyre szabott gyógyászatról, elküldhetjük a nyálmintánkat valahova, egy laborba, mindenféle etikai aggályt hátunk mögött hagyva, hogy megmondják, hogy hány százalékban milyenek az őseink. Jó, ennél azért jelentősebb vívmányokkal is elő tud rukkolni a biológia, ezekre majd visszatérünk, de
12. Ha ez a biológiai áttörés nem mozgatott volna meg titeket, szintén mindössze 25 éve annak, hogy a Java programnyelvet bejelentették. Hát nem tudom, hogy mindössze, vagy már 25 éve, ezt ítéljétek meg ti magatok. 13. És ha már informatika, szintén az idén 25 éve adták el az első könyvet online, az Amazonon. 25 éve. 1995-ben. Tehát online vásárlás volt akkor, amikor én 14 éves voltam, bár ha most 40 vagyok, akkor 15, de mindegy, szóval, hogy iszonyatosan régen volt, ma pedig része a mindennapi életünknek. 14. és ezzel jönnek a kedvenceim, az év mindenei. A 2020-as év madara az erdei fülesbagoly, rögtön fel is olvasom nektek az ezzel kapcsolatos Magyar Madártani Egyesületes sajtóközleménynek az első mondatát. Közepes termetű, álcázó mintás tollazatú, hosszú, felmereszthető tollfülű bagoly, eddig oké, szárnya hosszú és keskeny, röpte, csapongó. Én nem tudom, milyen a csapongó röptű madár, de nagyon jól hangzik, elbírom képzelni, hogy igazság szerint nem tudom, hogy láttam-e valahol, valaha erdei füles bagyot repülni, viszont ha már a bagyoknál tartunk, akkor ne felejtsük el, hogy a bagolynak köszönhettem egy évvel ezelőtt azt, hogy szerintem elértem a hírnév szakmai karrierem csúcsát. Ennek nem volt sok értelme, minden esetre egy bagolynak köszönhetően bekerültem a Blinkbe. Zsíros László Norbert álnévem. 15. Az a cikk az edukáció felsőoktatási szakkiállításon készült, ami természetesen az idén is lesz. Csütörtökön, pénteken és szombaton várlak majd titeket mindenféle szuper programokkal a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, vagyis az NKFIH-nak a standján. Figyelitek ezt a gördülékeny reklámbeszúrást? Mármint nem úgy reklám, hogy fizettek érte, hogy ezt elmondom, hanem úgy reklám, hogy önreklám, mert hogy elég jelentősen rajtam is támaszkodik az, hogy milyen programokra lehet számítani. Lesz kutatósimogató, amikor fiatal kutatókkal beszélgetünk majd kötetlenül. Hát azt nem ígérem, hogy ténylegesen lehet majd őket simogatni, de mindenféle zavarba ejtő kérdéseket feltehettek majd nekik, nyilván a kutatói életpályával kapcsolatban. Ez akkor is hasznos lehet, hogyha nem az akadémiai területen képzelitek el a jövőtöket, mert hogy az a szemléletmód, amit az ember magára szed, akár akkor is, hogyha az egyetemen kapcsolódik be a tanulmányai alatt különböző kutatásokba, az nagyon hasznos lehet az életnek rengeteg területén. De hogyha nem is a kutatás érdekel, semmi gond, ugyanis a standon lesznek majd különböző startupok megjelenései, lesz folyékony nitrogén, azt ma szállították le, úgyhogy egészen biztos, hogy lesz. Lesz majd hídépítő workshop, amikor különböző anyagokból kell minél nagyobb hidakat építeni, és akinek sikerül megugrania ezeket a feladatokat, az kap természetesen nyereményt is, de a cél mégiscsak az, hogy ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az, hogy a jelen és a jövő között a tudás által hidat képzünk. És mivel tavaly nagyon nagy sikere volt, az idén is lesz milyen kutató lennél teszt, a kérdéseket ma küldtem el sokszorosításra, úgyhogy hát elég humoros kérdések vannak benne, de ezen kívül Kahooton is csinálunk majd élő quizshow-t, szintén nyereményekért. Tehát január 9-én, 10-én és 11-én várlak majd titeket az edukáción. Gyertek! 16. Térjünk vissza az év akármilyeire, az év hüllője, a keresztes vipera. Ja, egyébként leírást meg linkeket az összes év akármilyéhez a videó alatt találtok majd. 17. Az év ásványa a turmalin. 18. Az év ásványa mellett az év ősmaradványáról is meg kell emlékeznünk, ami az idén a Megalodon a gigantikus méretű hatalmas fogú ősszápa. Ugye mind az év ásványát, mind pedig az év ősmaradványát, vagyis együttesen az év ősványát a Magyar Honi Földtani Társulat szervezi, úgyhogy rengeteg ismeretterjesztő anyag fog majd keringeni erről a kőről, illetve arról a, hát egykor volt állatról. 19. Aki követi régebb óta a Szertárt, különösen a Szertár podcastet, tudja, hogy nagyon közel állnak a szívemhez és a gyomromhoz a rovarok, viszont az év rovarát biztos, hogy nem fogom elfogyasztani, ez ugyanis a tavaszi álganétúró. Nem fogom elfogyasztani. Minden esetre nagyon hosszú és részletes Szertár podcast anyagot hallottatok már róla, vagy hallhattatok már róla. Ha még nem, akkor a linket megtaláljátok a leírásban. És végül a 20. Van egy témakör, amivel nem szoktam foglalkozni,
annak ellenére, hogy amikor az év akármilyei valamilyen formában előkerülnek a szertáron, akkor néha azért jön e-mail vagy komment, hogy ez miért nem került elő soha, hát ez az év hala. Hát a halak olyan szinten kimaradtak nekem a biológiából, illetve az életemből, hogy szerintem a guppit nem tudom megkülönböztetni a ponttól. Jó, az talán még menne, de minden esetre az év hala a süllő. Van olyan? Nyilván tudom, hogy van olyan, de túl sokat nem tudok róla, leszemítve, hogy a vízben él, és úgy néz ki, mint egy hal. De majd megnézem, hogy Szili Laci írte róla meghatottságtól könnyes billentyűzettel bármit is. Ha már esetleg írt volna, de még lemaradtam róla, akkor linkeljétek be nekem kommentben, ha meg nem, akkor várjuk együtt, hogy milyen sziporkázó szófordulatokkal áll majd elő a süllőről. Na mindegy, ez volt a 20 dolog 2020-szal kapcsolatban. Folytatódik itt mindenféle dolog, leginkább a felújítás a lakásban, vagy legalábbis a romoknak az eltakarítása. Ezennel most kijelentkeztem, iratkozzatok fel, meg kommenteljetek, meg mindenféle. Sziasztok!